Jó benyomást szerettünk volna kelteni Görög Ibolya protokoll szakértőben. A rágot kidobtuk, a pólót blúzra cseréltük. Tökéletesen, ugyanis teljesen egy erős bizsúval nagyon jó. Szerintem, csak én azt nem szeretem, amikor a cipőnek ilyen fehér az oldala, mondhatom, a cipő lenne. Hát ez most a divat sajnos. Tudom, nagyon csak a divatot, az fontos. Miután túl voltunk a vizsgán, Görög Ibolya rögtön egy olyan történettel indított, amitől sokaknak potyogott a szemükből a könyv, annyira kacagtak az előadáson, mert hogy neki ez a titka, száraz témát tálal, olyan humorral, olyan előadásmóddal, ami csak rá jellemző. Jött egy hosszú szőkelábú riportercsaj, egy kameraférfi, meg egy hangférfi. És ez a hosszú szőke lábú, ez rágózott. Mondom, Görög, nyugi, Görög, várj, jó van, várj. Már foteleket beraktuk, ma indulna, és mindig rágózott. Hát nem bírtam tovább, mondom, ne haragudjon, nem vennék ki a rágóját. Szóval neki fáj a torka. Hát mondom, szopogasson tantúverbe tabletten. De ha velem beszél, akkor ne rágózzon. Görög Ibolya a politikai életből vett példákkal tette egyértelművé, hogy a protokollban a jelzés elmaradása, vagy a rossz jelzésnek üzenetértéke van, ezért van nagy jelentősége. Ha nekem le kell egy tárgyalóasztalhoz ülni, vagy egy elnökséget meg kell csinálni, vagy ki kell ülni elnökségbe, a székközéptől székközépig a 70 centinek meg kell lenni, így, mert ha nincs meg, mi van? Most alakul mindenféle új párt, meg mozgalom, és kiülnek sajtózni, hogy még én is, még. És aki kiül, mivel nem fér el, átmegy ilyen kockacok radagozba. Átlagember ilyenkor mit csinál? Hátradől. Mert így már nem elnökség, csak beugrottam egy sörre. Akkor vagyok elnökség, ha fönn van a kezem az asztalon. Ha a protokollban valaki valamit nem tart be, annak is jelentése van. Tehát a két nagykövet nem fog egymással kezet, a két ország már háborúban van egymással. Tehát a protokollban a jelzés elmaradása, vagy a rossz jelzés is jelent valamit. Ezért kéne egy sokkal nagyobb figyelmet fordítani rá. Manapság ez most nem divat, hogy nem veszük ezt figyelembe, nem kell törődni, de kell törődni vele, mert ennek jelentése van. Görög Ibolya a leghétköznapi helyzetekben való helyes viselkedés szabályait vette sorra előadásában, mint például azt, hogy ki köszön előre, hogyan kell kezet fogni. A helyes kézfogásnál csípőmérség elalapba tartom, és hajlatig be kell tenni a kezet. Tehát nem csak ugye a végét be kell tenni, át kell fogni, meg kell szorítani. Nagyon sok férfi embernek hibája, hogy ezt a mutatóját, ezt ide be, ilyen betapper. Azt mondja, nem csak a kézfogás erőssége és a helyes kéztartása fontos, hanem az is, hogy közben ránézünk-e a másikra. Van egy típus, kihaló félbe, ez az ilyen... Jó napot! Föl se néz. Ha ilyenkor elvállalom, hogy a kezfogás, tehát akkor engedem, hogy engem itt alázzál meg. Mit kell csinálni? A karomat 5 centire az övével nyújtom párhuzamosan, és ez elkezd keresgélni, és fölnéz. És ha fölnéz, megvan a kapcsolat. A sikerünk múlhat azon, hogy a közösség befogad-e minket, ezért lényeges, hogy miként viselkedünk, mondja. Fölgyorsultunk, és nagyon-nagyon rohan az élet, de a társadalom saját maga kontrollálja ezeket. Tehát az állandó mobilozás, hogy SMS, meg internet megy be a busz alá vele, meg minden, ezek vagy színházban megszólal, vagy hangversenyen megszólal, és akkor a többiek fölháborodnak. Mert ő, és kontrollálják azt, hogy ez úgy nem volna szabad. Tehát ez mindenki tudja, hogy lenne helyes, és aki ezt nem tartja be, az kinézik. Nem volt nehézségem, mert én nem napi kapcsolatban voltam velük, én a protokoll eseményeken találkoztam velük, vendéget kísértem fel, tehát nem a titkárságán dolgoztam. Tehát hogy mondjam, a happy-eiket, ezeket a dolgokat nem ismertem. Én nagyon jobban voltam mindegyikkel, legjobban Antal Józsefet szerettem, és ő tudta, hogy én miért vagyok, ő igényelte az én munkámat. A többiek nem vették ennyire komolyan? De például Hon Gyula, hát ő ugye külügyben nőtt föl, hát ugye, hogy mondják, hogy karrierdiplomata volt, ő tudta, hogy az én munkám miért van. És hogy rendben volt, akkor nem is szólt egy szót, sem rendben volt. A szakember kiszolgált már 7 miniszterelnököt protokollfőnökként, 9 könyvet írt, amiknek hatalmas sikerük volt, de előadni imád a legjobban, a közönség szeretete és a több száz emberből áramló energia élteti, ebből nyer erőt.